Start! Elindult az Ibiza Sun Handicap 2500 méteres távra. Vesztának sikerült legjobban az indítás. Ő az, aki el tud menni vezetni, mellé pedig Aurora érkezik. És Aurora akkora lendülettel fut, hogy véletlenül még a kanyar előtt le tud csukni a vezető lónak. Jól helyezkedik Aranypók, Aranypók mellett pedig ott versenyez Velencer. Harmadik spurba szorul ki Auslack Princess Erdei Péterrel, illetőleg ott van még Timiko a mezőny közepén, Violetta társaként tulajdonképpen, aztán pedig láthatjuk Trencsént, Wonder Child a következő ló, majd pedig ott van Usain. A mezőny képe, tehát nem változik gyakorlatilag semmit, mindez azt jelenti, hogy Aurora könnyedén az ére tudott ügetni, nem is diktál Pokoli Iramot, mögötte pedig Vesna helyezkedik, Vesna társa pedig az az Auslack Princess, aki láthatóan tele van, és engedi is talán egy kicsit hajtója, majd előrébb fele. Ott van Timiko is a közvetlen élmezőnyben Aranypók társaságában. Érkeznek a második kanyarra, és továbbra is Aurora az, aki vezet. Aurora és Vesna, nem fejfejt, hanem egymás mögött, másfél oszon a két ló között vezetnek. Auslack Princess Erdei Péterrel van, nagyon-nagyon közel hozzájuk, egyre közelebb lopakodik a fronthoz Timiko, Timiko hátán Trencsén, a falon Aranypók, Velencer, aztán ott van Violetta, Wander, és a Nagy Ferenc két lovának van a legnehezebb dolga, különösképpen Wanderlének. Szinte reménytelen helyzetből várja a folytatást, de Usain helyzete sem tűnik rózsásnak. Egy kör telt el, sok minden nem változott abból a szempontból semmiképp, hogy Aurora továbbra is őrzi vezető pozíciót. Egy kicsit most talán közelebb jönnek hozzá a többiek Vesna vezetésével, kívülről még mindig Auslack Princess, Aranypók és Timiko a negyedik, ötödik. Wanderle az, aki egy kicsit ki van szakadva ebből a mezőnyből, érkeznek az újabb kanyarra, nincsen valóban változás. Aurora mögötte Vesna, kívül pedig Auslack Princess sorrendben érkeznek. Timiko helyzete egészen kecsegtetőnek mondható, az ő hátán pedig Trencsént láthatjuk versenyezni jelen pillanatban. Aurora vezet, Aurora, mint hogyha még növelte is volna egy picikét előnyét, de ezt aztán a mezőny lereagálja, utána erednek, és gyakorlatilag megmarad ez a másfél hosszas előnye a többiekkel szemben. Aurora, Vesna, illetőleg Auslack Princess, és Auslack Princess megindul. Auslack Princess megindít egy támadást, aminek valószínűleg leginkább a mögötte ügető körülnek Timiko elsősorban, aki ezzel tud jelentősen javítani a helyzetén, illetőleg ott láthatjuk még Trencsént is jó front közelben. Jön az utolsó kanyar, Aurora vezet hozzá, legközelebb egyelőre Auslack Princess. 6-8-szor is szinte nyerő momentummal rendelkeznek az utolsó kanyarhoz érve. Auslack Princess nagyon erősnek tűnik, szépen fokozatosan felmegy Aurora mellé, de a háttérből elindulnak néhányan, különösképpen Trencsén, Velencer, illetve Violetta. A befutóra fordulva Aurorának egy gondolatnyi előnye talán van, de a többiek mint a könnyebben jönnének. Elsősorban Trencsét lehet figyelni. Trencsén kilül az utolsó 150 méter kezdetén, Trencsén Márton Lajossal az élen, támadhatja majd a végén Timiko, támadhatja Velencer, illetve Violetta, jönnek a favorit. De Trencsén nem lehet utolérni. Trencsén idén 2-ből 2, Márton Lajossal megnyeri az Ibiza Sun Handicapet. Violetta a második, Timiko a harmadik, Velencer a negyedik, és aztán messzi ötödiknek csúszik vissza Aurora, Auslack Princess, Aranypók, Wander Child, Usain, Vesna és Wanderle.